olyan szempontból tartom jó darabnak, hogy remekek a szerepek. Tehát, hogy, hogy ez, ez igazából színészeknek való, mint minden más is, de ez valahogy úgy van, hogy, hogy ott van a drámaisága, ott lebeg a tragédia, ott van, ott lebeg a komédia, a szinte a pamflet határán. A dolognak a lényege az, hogy ott 48 után már elkezdődött egy olyan időszak, amikor valamiféle rendet akartak tenni, itt egy ilyen nagy tisztogatási hullám indult, és hát érintette a kulturális területeket is ez a hullám. És akkor éppen most a zenészeknél tartunk, ugye a kornak a két vezéregyénisége a éppen 40-es években, Sosztakovics és Prokofjev. Ugye ez egy létező dolog, megtörtént dolog, hogy fölrendelte mind a kettőt, és akkor, hogy mi történt, azt úgy nagyjából lehet sejteni, de ez a darab, amit a Paul elírt, ez természetesen egy fikció. Tehát ilyen értelemben elég szabadon kezeli ezt a témát. Egy délután története egy estében nyúló ivászat, és gyakorlatilag ott megjelenik egy nagyon alapos korképe ennek a sztálini időszaknak, amit a kommunista diktatúrának nevezünk. Elindul egy irgalmatlan szellemi mutatvány, ami nem csak szellemen lelki is, tehát aki nem csak szellemileg, lelkileg is, fizikálisan is lehet, mindenféle, rengeteg módszer van a terrornak, hogy hogyan lehet embereket terrorizálni. Meddig tart az emberekben a tűrés, a tolerancia, hol szakad el, hol van a beletörődés pillanata, és tulajdonképpen mi az, amiben egy diktátornak mindig, hogy igaza kell, hogy legyen, hát abban, hogy nincs igaza, és mi az, amit mi a nézők, akik ezt olvasjuk vagy nézzük, még tűrhetőnek tartunk. Diktatúrában semmi sem tűrhető. Ez a darab arról szól, hogy semmi sem tűrhető. Nagyobb vagy legelgondolkodhatóbb feladat az az volt, hogy Sztálin szeretne egy darabot íratni ezzel a két zeneszerzővel, de úgy, hogy ő is társszerző. És hát nyilván ez már eleve egy abszurd helyzet, és megtörténik ez a dolog, tehát komponálnak egy darabot, ami aztán később magának Sztálinnak sem tetszik, sőt elborzad attól, hogy milyen zenei torszüleményt sikerült létrehozni. Tehát egyfelől kellett egy olyan zenét csinálni, ami nagyon furcsa, vagy pedig egy zenei torszülött, de közben azért mégiscsak hallatszódjon, hogy itt azért két zseniális zeneszerző dolgozik éppen, mondjuk Parancsra és természetesen a Halál árnyékában, tehát egy elég speciális lelki állapotban, és hát született is egy dal, amit aztán előadnak, elénekelnek, rögzítenek is, és amikor visszahallgatják, akkor kiderül, hogy az egész egy totális katasztrófa. Elgondolkodható volt ezzel
foglalkozni, hogy ez a kettősség hogy jelenik meg. Tehát, hogy egy borzasztó zenei darab, másrészt ezt zenei zsenik írják éppen. Hát remélem, hogy sikerült, vagy én úgy remélem, hogy működni fog. Róla, hogy valamikor is színházi látványtervet fogok készíteni, illetve álmodni. Ráadásul egy olyat, ahol teljesen szabad kezet kaptam mindenféle tekintetben. És én ugye használok, mint képzőművész, modern médiákat, ezért nyilvánvaló volt számomra, hogy ezekből beépítek majd ebbe a látványba, természetesen olyan mértékkel és arányjal, ami a zseniális színészek játékát nem fogja zavarni, és nagyon finoman jelennek meg ezek a médiák. A darab, én úgy gondolom, a darab egyébként számomra, mintha nekem találták volna ki ezt a színművet, egy David Pownell nevű angol író, 1983-ban írta. Gondolom, hogy nagyon ismerte a Szovjetuniót, illetve kutathatta, hiszen annyira ül minden a négy szereplőnek a zseniális jelleme tökéletesen ül. Biztos vagyok benne, hogy nagyon jártas volt ebben. És én pedig ugye, mint aki a szocializmusban születtem, illetve éltem is benne, nagyjából ennek a látszer engem is megérintett, és ezért átérzem ezt az egész hangulatot, amit áraszt az a darab. És én mondom, ennyit mondhatok, hogy nagyon-nagyon boldog vagyok. Azt mondta, hogy Steiner-társ úgy gyűjtsz rá. Nem nagyon foglalkozom azzal közben, hogy diktátort játszom. Sokkal inkább megpróbálom úgy irányítani a dolgokat a színpadon, mint ahogy ezt a főnöktől elvárják, és a főnök is a többiektől elvárja, hogy a diktátumot mindenki komolyan vegye. És ebből keveredik ki szerintem az a valami, ami nyilvánvalóan azért az írónak egy tudatos szándéka. Tehát az a valami, amiről ez az előadás szólni fog. Nagyon nagy dolognak tartom azt, hogy így 2014-ben ez a színdarab végre Magyarországon színpadra kerülhet. Ugye a 80-as évek második felében sem engedték, aztán később hallom, hogy volt rádiófelvétel belőle, amit szintén nem adtak le. Hát most talán sikerül Magyarországra betörni 2014-ben. Azt gondolom, hogy igen, a klasszikus értelemben vett színész darab, ami rendkívüli módon igényli a rendezőt, azt a fajta szellemet, akinek van egy igen pontos olvasata az egészről. Én játszom a Zdanovot, aki az akkori időben a Szovjetunió kulturális területének fő ideológusa. A darabban elhangzik, hogy Sztálin kultúrára vonatkozó szócsöve, tehát ő elmondja azt, hogy tulajdonképpen a kultúra területén dolgozó művészektől mit várnak el, hogy hogyan szolgálják az akkori Szovjetuniót. És hát egyúttal elég sok feladata van a darab szerint, hiszen ő katona.
tehát katona, főparancsnok, kulturális terület, el is hangzik benne, hogy elég sok egységgel próbál sok lovat megülni. És ezt azt hiszem, hogy legalábbis reményeink szerint, vagy reményeim szerint ez megjelenik a, magában az előadásban. Tulajdonképpen ez egy közös játék, tehát a Sztálinnal egy közös játék, és hát hozzátartozik az egészhez, hogy Sztálinnak, ha jól tudom, nagyon jó barátja volt. Tehát tudja, hogy hol a helye, minden pillanatban pontosan tudja, hogy hol a helye, de ugyanakkor pedig az, amit szeretnének elérni a két zeneszerzővel kapcsolatban, abban egy borzasztó nagy együttműködés van, egy borzasztó nagy összjátéknak kell megnyilvánulni, hogy egyáltalán el tudják érni a céljukat. Tehát, hogy oda-vissza mind a kettő szereplőnél azt hiszem, hogy ez megmutatkozik, amikor hol az egyik, hol a másik használja egymást. Használja mindenfajta szempontból, mind az intellektusát, mind pedig az alá fölé rendeltségét. Ez eszköz számukra, de ugyanakkor pedig, mivel nagyon jó barát, tehát szó nincs arról, hogy itt valami fajta pillanatokon belül tudja mind a kettő, hogy mi a helye, hol a helye. Fantasztikus zeneszerző, egyébként egy szuper szenzibilis világvándor, aki visszatért Oroszországból egy olyan helyzetbe, egy olyan diktatúrába, amivel nem is tudom, hogy mit vagy hogy lehet élni, hogy lehet létezni. Ez egy kényszerű, félelemmel teli társadalmi szituáció, ahol lenni kell, túlélni kell, létezni kell. Nagyon nehéz. Egy nagy közös társas játék. Négy ember együtt él, együtt létet, együtt van egy fajta világban, amit meg kell jeleníteni, egy olyan milliót, egy olyan atmoszférát, amihez négy színész hihetetlen koncentráltsága és odafigyelése szükségeltetik. Szerintem nagyon jó munkát csinálunk, nagyon jól dolgozunk. Hát, hogy milyen lesz, azt majd eldönti a közönség, vagy a jövő, vagy a világ. Azzal nem akarok foglalkozni. Az alaptörténetet ismertem, tehát ezt a kiindulási pontot, hogy két neves politikus, 48-ban ez a Sztálin és a Zsdanov elvtárs, behívják a világ egyik két vezető zeneszerzőjét, a Prokofjevet és a Sosztakovicsot, hogy megtanítsák őket szovjet zenét szerezni. Tehát, hogy az eddigi botorkálásuk az életben valamilyen más utat nyerjen. Mégsem legyen dalciklus. Dalciklus? Abban állapodtunk meg, hogy kantáka! Mi? Népi. Valami...
népi dalciklusról, népi kantátáról, még az életben nem hallott senki, ilyen még nincs. A népi jelleget én adom. Nem ülhetünk neki. Most írunk egy jó kis népzenét. Miért nem? Mi vagyunk elégben? Igazából ez lesz az izgalmasabb. Jancsival, hogy állandóan résen kell lenni. De közben ez meg a két szerep is ilyen. Hát egyszer bekerülnek az oroszlán barlangba, és egyszer fogalmuk sincs, hogy most akkor következő pillanatban mi a jó Isten fog velük történni. Gyakorlatilag azt sem tudják, hogy miért vannak itt. A zene az nem egy megfogható dolog. Kevésbé, ugye most a szocialista realizmusról beszélünk, ez a festészetben, tehát a képzőművészetben, irodalomban, filmben, színházban, hát ez olyan katasztrófa, amit műveltek, de ott gyakorlatilag nyomon követhető volt a szándék, tehát ez a Zsdanovi dekrétum. A zenében ez hogy tud, ők maguk se tudják, de a két zeneszerző se érti, hogy valójában most mi is a dolguk, és hát úgy mennek ki, hogy továbbra sem tudják, tehát ez valami olyan, labilitást okoz egy személyiségben. Hát csak gondolj bele, hogy leülsz, alkotsz, és abban a pillanatban, jó, persze nyilván ez az összes többi alkotó műfajnál ez van, de amikor az első fogadtatás, hogy akkor most, hát ez, ami erről van szó, hogy lehet ezeknek az elvárásoknak megfelelni. Fogalmú, nem leírható. Sokkal kevésbé mondom, mint a más művészeti ágokban. A cím is árulkodik, hogy mesterkurzus. Nyilván itt megjelenik a Sztálin, mert ő tartja ezt az úgynevezett mesterkurzust, ami egy zenei fogalom. Tehát nagy, komoly dirigensek, zeneszerzők, karmesterek szoktak kurzusokat tartani, és abban ugye érvényesítik a zenéről az elképzeléseiket. Nos, itt a politikáról van egy ilyen nagyon erős elképzelés. De közben ugye négy olyan színész van jelen a színpadon, egyik mester a szakmájának, ilyen értelemben is, hát várhatóan tanuljai lehetünk egy mesterkurzusnak. Szándokámnak lehet. Ez mind lesz. Azért járunk. Csináljuk meg egyszer azt, hogy... Ne csináld már ezt soha.